Megismerkedtünk már a koordinátorrendszerekkel és azok fajtáival. Most egy nagyon egyszerű példán szeretném bemutatni ennek a működését. Egy új gyakorlatot fogunk közösen elvégezni. Látható az ábrán egy házikó, az egyes csomópontokat, koordinátorhelyeket pedig egy sárga karika, vagy éppenséggel, ha úgy tetszik, egy pötty jelképezi az ábrán. Most ezt az öt pontot szeretnénk a koordináta megadás megismert módszereivel felrajzolni az AutoCAD rendszerében. Az A pont látható, az a bal alsó sarokpontja az épületnek, de annak nem ismerjük a koordinátáját. A B pont az, ahonnan el tudjuk kezdeni indítani a szerkesztést. A C pontba poláris koordináta megadással tudunk eljutni a legegyszerűbben, hiszen ismerjük az L távolságot és az alfa hajlásszöget. Megvan adva ez a két érték az adatoknál. Innentől kezdve pedig már minden adott, hogy a többi pontot is felkeressük a modelltérbe. Most itt vagyunk az AutoCAD-ben és elkezdjük a munkát, az előbb bemutatott ábrát fogjuk felrajzolni. Adjuk ki a PU utasítás, a pontrajzolás parancsot. Először föl fogjuk keresni az A pontot, onnan fogjuk indítani a rajzunkat. X irányba elmegyünk 50-et, majd ugye 50 egységre van tőle az Y érték a B ponttól, tehát megadjuk neki azt, hogy 0. Föl is rajzoltunk egy pontot. Nem biztos, hogy ez látszik egyből a modelltérbe, ezért menjünk a segédprogramok pont stílus menübe, és kapcsoljuk be a pontot. Most már valószínűleg látszódik a pont, csak föl kell keresnünk azt a zoom terjedelem utasítással. Itt is van. Haladjunk tovább, most megrajzoljuk a B pontot, írjuk be azt, hogy PO, és koordináta megadással az 50 vesző 50 értéket vigyük be. Már is megrajzolta az AutoCAD a két pontot. A modellteret célszerű regenerálni, és akkor így a pontok azonos magasságúak lesznek. Bele is lehet nagyítani, hogy még szemléletesebb legyen. A regen utasítással lehet regenerálni a modellteret, és akkor így már egyre ízlésesebb pontokat látunk. Most a B pontból megyünk a C-be, poláris koordináta megadással, belemegyünk a pont utasításba, beírjuk azt, hogy kukac, mert a B ponthoz képest szeretnénk megrajzolni a C pontot. Kukac 50, mert ennyi rajzi egységre van, tehát ilyen hosszú az eltávolság. Kisebb jel, ez jelzi a poláris koordináta értéket, és 45 fok, azaz az egyenes hajlása. Meg is jelenik a háromszög tetőpontja. Most a C pontból fogjuk megrajzolni a D pontot. A D pont koordinátáit is ismerjük, hiszen ez ugyanolyan, mint amikor a B-ből felrajzoltuk a C-t, csak az alfa hajlásszög értéke negatív. Menjünk bele a pont utasításba. Kukacjel, mert a C ponthoz képest rajzoljuk a D-t. 50 rajzi egység, az egyenes hossza. Kisebb jel, ez jelzi, hogy poláris. Majd mínusz 45 fok, és megkaptuk a D pontot. Innen már nagyon egyszerű az E pontét meghatároznunk, annak a koordinátáit meghatároznunk, hiszen a D-ből megyünk a relatív értelembe le, tehát pontparancs, kukac, X irányba már nem megyünk sehova, tehát az 0 lesz, csak lefele megyünk a D pontból Y irányba 50 rajzi egységet, mínusz 50. Ezzel elkészült a rajzunk, szépen láthatóak a pontok, gyakoroltuk a derékszögű, a poláris és a relatív koordináta megadást, célszerű ezeket az ismereteket készségszinten elsajátítani, hiszen bár ritkán van szükség arra, hogy egy adott pontot koordinátákkal vigyünk be, de hogyha igen, akkor mindenféleképpen ezt az utat kell választanunk, mert valószínűleg más lehetőséget nem fog egyébként sem fölkínálni az AutoCAD a probléma megoldására. Amit még jó tudni, hogy a segédprogramoknál, a pontstílusnál lehet állítani a pontoknak a nagyságát és a szimbólumát, tehát lehet állítani, vagy ha az egér görgővel duplán klikkelünk, akkor ugye
bejön a zoom terjedelem, azaz minden objektum látszik a képernyőn. Abba az esetben tanácsos ezeket a műveleteket ellátni, hogyha nem látnánk semmit a rajztérbe, pedig már több rajzelemet is felrajzoltunk.